Az írásbeli magyar érettségin már túl vannak a diákok. A vizsgázók két feladatlapot oldottak meg, az elsőre 90, míg a másodikra 150 percet kaptak. Újdonság volt, hogy a szövegértés mellett a tanulóknak leíró nyelvi ismereteikről is számot kellett adniuk, a szövegértés pedig egy irodalmi tényekre alapozó feladatlap egészítette ki. Az irodalmi feladatlap visszanyúlt a 9. évfolyamos ismeretekhez is. Hát ezt majd kíváncsi leszek, hogy tényleg úgy tudták-e megoldani, ahogy mondták. A záró feladat egy Kányádi Sándor versnek a kiegészítése volt. Ez azért csalóka. Meglátjuk, hogy ki tudták egészíteni úgy a tanulók, ahogyan kellett. Ez egyébként a törzsanyagban szerepel, de azért megmondom őszintén, hogy én egy kicsit közismertebb versre számítottam a memoriterek terén. Változott a vizsga második része is, az összehasonlító elemzés helyett esszét írtak a diákok. Sokan azt várták, hogy az adott témát, korszakokat átívelve, akár több szerzőt megemlítve lehet feldolgozni, ez azonban most nem így történt. Ez egyébként a saját véleményem szerint nagyon szép téma, Babits Mihály költészetében az arszpoetikus jellegnek, a költői hitvallásnak a vizsgálata. Azt gondolom, hogy 18 évesen ez azért nem annyira népszerű téma, mint mondjuk annak, aki magyar tanít évek óta és tényleg szereti Babits Mihály költészetét. Ahogyan itt láttam a tanulóinkat, inkább a novellát választották. Ez egy rövid karinti novella volt, egy elég érdekes, furcsa történet, erről természetesen a megadott szempontok szerintem lehetett írni. A próbatételt a Sport és Kreatív Technikumban is komoly felkészülés előzte meg, ami sok munkával járt ugyan, de végül meglett az eredménye. Az elmúlt fél évben szinte csak erre készültünk, akkor ennek nagyon nem láttam értelmét, szóval kicsit féltem is, hogy kevés tudással fogok ide bejönni, és nem néztük át eléggé. És egy gimnazistához képest nagyon le leszek belőle maradva, de itt abszolút nem ezt éreztem, nem jött ki rajtam a stressz, úgyhogy nekem így nagyon tetszett. Középszinten több mint 73 ezeren, emelt szinten pedig mintegy 2000-en vizsgáztak országszerte magyar nyelv és irodalomból. Kedden matematikával, szerdán történelemmel, csütörtökön és pénteken pedig idegen nyelvvel folytatódik az írásbeli érettségi.